újabb hét, újabb könyv. A múlt héten Sergio Zeman csak a Profit Számít című könyvét olvastam el, és most ezt erről készítek egy videót, egy tartalmasabb kis videót, amit lehet látni, ez már egy nagyon régi könyv, ez még 2001-es kiadású, és ilyen antikváriumban tudtam megvásárolni, szóval lehet látni, már lapjai azok ilyen nagyon sárgák. Például ez a Páposzem Akvárium, lehet látni, ők forgalmazzák, de amúgy a Libri-be vettem meg, meg gondolom kapcsolatba állnak, úgyhogy a libri a webshopjában még meg tudjátok vásárolni, mert már nagyon kevés van alapból az országban, vagy akár jó fogáson pár helyen. Ez egy olyan könyv, ami lényegben egy nagyon nagy klasszikus. Úgy hallottam tőle erről a könyvről, még Parajdi Istvánt, és aztán gondoltam, hogy megveszem, mert ő mindig jó, jó könyveket szokott ajánlani. Úgyhogy ez lényegében arról szól, hogy hogyan tud kimaxolni a profi, profitodat, miről is szól a marketing pontosan. Úgyhogy erről lesz szó ebben a videóban is, és ahogy láthatod, most már egy új szettel jelentkezek be mivel megérkezett a Rode kiegészítőim, a mind a mikrofon is, illetve mindez a állvány is, amin keresztül ugyebár a, sokkal jobb lesz a hangnak a minősége, ezek gondolom előző videókat, ha megnézed, sokkal jobban lát, látni vagy sokkal jobban hallani, és aztán később majd még egy kamerát kell beújítani a telefon helyett, hogy ott még nagyobb, még nagyobb szinten lehet újítani a, a minősége. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tanultam ebből a könyvből, és ezen keresztül jobban betekintést fogsz tudni és meg fogod tudni érteni azt, hogy miért is érdemes megvenni ezt a klasszikus könyvet. A legelső ilyen pont az, hogy a marketinget minden esetben tarts fent akkor is, amikor nem megy annyira. Szóval nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy a marketingre nem befektetésként, hanem kiadásként tekintenek, és akkor, amikor például nagyobb a villanszám, vagy egyéb akkor úgy vannak, hogy hopp, akkor a marketinget, akkor azt offoljuk ki, csökkentjük le, és így tovább, és így tovább. Itt nagyon fontos az megnézni, hogy honnan jön a bevétel, szóval ahhoz, hogy neked bevételet származon, aztán abból tudja profitot realizálni, ahhoz neked marketing tevékenységre van szükséged, mert ha te csak az ajánlásokra alapozol, hogy majd jönnek az ajánlások, és akkor így, elhet lehet úgy is működni, de soha nem fogsz nagy céget felépíteni, ahhoz, hogy nagy céget felépíts, ahhoz mindig is marketingre volt szükség, ennélkül egy sikeres cég se volt, pár százmillióig még marketing nélkül is el lehet simán döcögni, Akár még fél, fél milliárdig is, de viszont ahhoz, hogy egy nagy céget több milliárdos, több tízmilliárdos céget akarsz felépíteni, ott a marketing az egy alap dolog. Aztán a Sprite-ról is volt szó. A Sprite-nál lényegében, ugye ez egy nagyon különleges ital, és a Pepsi-nek a versenytársának szánták, és aztán a Sprite-ot nagyon sokáig gondolkoztak, hogyan lehetne ezt legjobban bevezetni a piacra. És végül arra jutottak, hogy a sporthoz fogják kapcsolódni, és azon belül is a kosárlabdához, az NBA-hez. És akkor ezen keresztül ö, sikerült ennek a e megállapodni, megállapodnia, az NBA-ba döntéshozóka, És ezen keresztül volt az, hogy lényegében a Sprite bekerült, és ö, nem, ő, nem azt hitték mindenki, hogy a Coca-Cola lesz majd a, ez a szponzorált ital, hogy ő fogja szponzorálni majd a, az NBA-t, de nem így lett hanem a Sprite-ot tették oda, és ezáltal úgymond a Sprite-nak a neve egy év állt a kosárlabdával Amerikában is világszinten is, és ezáltal lényegében, ha kosárlabda, akkor Sprite, szóval itt innen ered ez az egész dolog, és ezt a, ez az e a egyik nagy érdeme. A harmadik az a Ramadán ünnep, ami nagyon fontos az, hogy ugyebár a, a muszlinoknál mindig van ramadán ünnep, most például itt e, éppen most e, tart, lényegében hogy most 2023 ban de a könyvben is most írják arról, hogy 2001 be és nagyon érdekes, hogy itt ugyebár az emberek nap, nap, nem tudom mennyi pontosan, nem vagyok képbe vele, de hogy egy jó ideig nem, nem esznek semmi egyéb, vagy nem fogyaszthatnak semmi, itt adj semmi vizet se, nem ihatnak a meg semmi egyébet. és aztán itt e, ugyebár ők attól féltek, hogy ugyebár a forgalom nagy esetben vissza fog esni, mert ez több milliárd embert érint, majd egy másfél milliárd ember, vagy két milliárd ember érint a világon, vagy akkor a 2001-es számok alapján, és ezek alapján ők féltek attól, hogy vissza fog ez esni ez a szám, és akkor ezt gondolkoztak, ezt hogyan lehetne megoldani. És aztán rájöttek arra, hogy ez egy dolog, hogy ugyebár ők nem fogyasztanak semmit napközben, de viszont éjszaka fogyaszthatnának, ők fogyasztanának, csak semmi nincs nyitva sok esetben. Szóval minden éle, ilyen bolt, akár ilyen, ami nem 24-es, de az, azok bezártak, szóval nagyon sok, akár kisebb településeken is nem tudnak mit az emberek fogyasztani éjjel, mivel ugyebár ö, sajnos minden be van zárva. És akkor ezáltal erre találtak ki a taktikát, hogy ezt hogyan lehet kiküszöbölni, szóval hogy még ennyire nehéz helyzetben is, hogy például napközben nem ihattak az emberek, még így is növekedni tudtak, mivel teljesen megértették a piacot, megértették, hogy mi a helyzet jelenleg, tisztelepe tartották természetesen, és nem arra építettek, hogy közbe fogyasztjanak az emberek, hanem, hanem például akár éjszaka. A negyedik az tanulság az, hogy a piackutatás az egy kiemelten fontos dolog, szóval, hogy egy új piacra mész, hogyha te úgymond úgy akarod csinálni a dolgaidat, hogy tényleg egy új piacra akarsz belépni, akkor a új piacnál mindenképpen arra kell figyelned, hogy piacutatást kell előtte végezned. Erre felkéhezte egy külön céget, felkérhezte akár egy külön embert, aki arra specializálódott, ha kisebb cég vagy persze, de te is magadnak is akár elvégezheted. Most az a mesterséges intelligenciával nagyon jól jó le, le lehet fordítani a dolgokat, szóval ezen keresztül ez neked egy segítség tud lenni. Viszont nagyon fontos az, hogy tényleg bármilyen piacra mi is, mi is terjeszkedünk majd a román piacra idejébe. Itt is azért végeztünk egy piackutatás, hogy például a kontaktokat honnan tudjuk beszerezni, akiket fel kell hívni, hogyan szerezünk, milyen formában tudunk szerezni, akár e-mail címeket, telefonszámokat, hogyan tudunk, uh, hogyan érdemes a cégkel felvenni a kapcsolatot, mekkora konkurencia az adott országba, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy ezeket mind fontos uh, felmérni. Először lehet kisebb mértékben is, de hogyha tényleg nagyobb cég, vagy, egy nagy, vagy akár ott építesz egy gyárat, vagy bár akkor nagyon-nagyon-nagyon alaposan utána kell ennek az egésznek neked járnod, hogy azon a piacon mi történik pontosan. Az ötödik tanulság, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy tud meggondolni magad. Ugye már rengetegen úgy vannak, hogy ha valamit eldöntenek, és akkor csinálják, csinálják, lássák, hogy már rohadtul nem úgy kéne működni, és már változtatni kéne rajta, de nem változtatnak rajta. És ebbe az esetbe, van a saját csapdájukba esnek bele, a saját egónak a csapdájába, hogy ugye bár ego mondja azt, hogy ne változtassunk rajta, csak azért is, mert akkor mit fognak másokról a gondolni, gondolni rólunk, hogy mindig megváltoztassuk a véleményünket, de ha az, ami valami nem megy, akkor azt fel kell tudni ismerni. És a sikeres emberek, meg a sikeres szék azokból lesznek, akik ezeket felismerik. Szóval, ha te nem ismered fel ezt már, te csak ragaszkodsz azzal, hogy csak így csináltuk, és akkor ezt két évig meg kell csinálni, és akkor csak azért, csak, csak azért is csinálod, közben látod, hogy rohadtul nem működik, akkor azon kell valamit csiszolni, kell valamit javítani, vagy lehet, hogy teljesen más irányba kell menni. Viszont ha te ezt nem ismered fel, nem tudom magadat meggondolni, azért mert az emberek mit fognak róla gondolni, akkor ebbe az esetben nagyon sok nem csak anyagilag veszteségeket el tudsz szenvedni, hanem rengeteg időt tudsz olyan dolgokba beletenni, ami teljesen felesleges. Találd meg azt, hogy melyik reklámügynökség a számodra tökéletes. Mindegyik reklámügynökség, például, hogyha most már nagyobb cég vagyis, vagy is, akár egy nagy vállalat, akkor ugyebár reklámügynökségek azok fontosak lesznek, akikkel fogsz együtt dolgozni, viszont itt fontos megnézni, hogy mindegyik reklámügynökség valamiben jó. Lehet valaki a sportba tud jól reklámozni téged, lehet valaki inkább online területeken, lehet inkább valaki ilyen billboardokon, szóval ha meg kell nézni, hogy ki hol erős, vagy lehet valaki a tévében, lehet valaki a rádióban, ilyen podcastokban tud téged bejutatni, szóval sokfajta opció van. A lényeg az, hogy nézd meg, hogy a reklámügynökség mibe erős, és az alapján találatos ki valamilyen kampányt, és ez alapján építs fel. Már hogyha te egy reklámügynökséget, meg a Coca-Cola, és többször elkövette azt a hibát, hogy egy reklámügynökséget bízott meg, és akkor mindenkinek úgymond nekik, mindenkinek ők oldották, de ez nem volt abszolút hatékony, és ez egy, ez egy, nem működő folyamat, ez nagyon fontos, hogy ezek alapján tudj lényegében működni. És hogyha ezt betartod, akkor nem lesz semmilyen probléma, hanem tökéletesen össze tudod úgy rakni, hogy, hogy, nem lesz vele gond. Mivel hogyha te figyelsz arra, hogy az a reklámügynökség kihozza magával a maximumot, és tényleg akarják csinálni, akkor abban, amiben legjobbak, abban meg is, fogják, meg is, fogják, tudni csinálni, és akár világszinten is egy nagyon erős, nagyon komoly eredményeket tudsz ezáltal elérni. És a hetedik, az pedig pontosan úgy szól, hogy a marketing egyetlen célja, hogy az embereknek gyakrabban többet adjon el magasabb áron. Na ez az egész könyvnek, a egész uh, Sergio Zimmernek a könyvének, ez a legfontosabb gondolata, amúgy uh, dél-amerikai, és akkor utána került, ugyebár volt dél amerikában és utána lett uh, a coca a marketing igazgatója, de tudsz róla majd olvasni akár a könyvé, és hogyha megveszed, vagy utána googlezol. Most a lényeg az, hogy uh, a marketinget ezért fontos megérteni belőle, ez a legfontosabb gondolat az egész könyve. Ez a úgymond hetedik pont, hogy még egyszer a marketing egyetlen célja, hogy a több embernek gyakrabban többet adjon el, magasabb áron. És ez alapján, ez egyetlen célja a marketingnek. Ha te marketing, végző marketinget csinálod, a Google hirdetéseket, teljesen mindegy, hogy mit, mit, csinálsz, mi is csináltuk, de nem működik. Szóval nekünk például a call center Magyarországon, Szlovákiában kicsi a piac, az embernek a fejében nincs benne mi az a lead generáció, hiába fogunk rá hirdetni, nem működik. És nem adott el, nem hozott bevételt, ezért csak nagyon-nagyon kicsi, kicsi kevés mértékben, és nagyon nagy volt a kiadása, Offoltuk, mert nincs rá szükség. Szóval neked meg kell találni azokat a marketing eszközöket, amik pénzt hoznak, amik nem hoznak, azokat meg offold a francba, mert a marketing célja az, hogy pénzt teremtsen, pénzt tudjon hozni. És ha neked a marketing egy csak imáshoz, hogy hú, milyen jól nézel ki meg minden, és hú, mennyien lájkolnak like a Facebookon, de a lájkokból like nem lesz neked bevétel. Lehet elismerik, hogy hú, te milyen fasz a csáva vagy, de meg milyen fasz a céged van, milyen fasz a logód van, de az nem számít. Szóval neked az a lényeg, hogy neked, amit kiadsz egy forintot, abból hogyan lesz marketing szempontjából két forint, három forint vagy, akár minél több. Jó, úgyhogy ez volt a könyvnek a összefoglalója. Remélem, hogy hasznos volt, remélem, hogy tetszett. Írj meg komment, hang az mennyire jó a minősége. Kíváncsi vagyok, hogy, így hogy már nézted többször, vagy, nem vagy még új a csatornán, hanem nézted több videómat, akkor kíváncsi vagyok, hogy visszajelzel, hogy ez hogy milyen a hang. Még ezen is látom, hogy még jobban növelni viszont így ez a, ezt, azt a minőséget szerintem így be lehet elég jól lőni hosszú távon, és a lényeg az, hogy ezen keresztül pedig, hogyha te például csinálod és folyamatosan dolgozol azon, hogy a marketing az tényleg működjön, és megtalálod azokat a szakembereket, akik neked ezt el is tudják végezni, akkor nagyon, siker, nagyon nagy sikereket tudsz elérni, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is. Én remélem tetszett a könyvmutató, hogy ha új vagy a csatornán, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel mindenképpen, Tarts a következő videóban, is jövő héten jövök egy újabb izgalmas könyvvel, és mostanra most pedig elköszönök. Sziasztok!